Ha minden a tervek szerint történik, jövő tavasszal költözik Szexárdon a megyei könyvtár. Ríos Gyula könyvtárnak 360 ezer dokumentuma van uh, a leltárban. Uh, ezzel készülünk átköltözni a tudásközpont épületébe. Az épület uh, augusztus óta uh, kész, uh, az építkezés vezető záév uh, emberei, szakemberei már levonultak a terepről. Uh, most folyik éppen a könyvtár bútorzatának a beszerelése. A hajdani laktanya helyén épülő tudásközpont most már az új könyvtárnak és a megyei levéltárnak is helytadó épület, melyben már a befejező munkálatok folynak. Kiszámoltuk, hogy becslés alapján, a könyv átlag súlyával számolva, a dokumentum nagysággal felszorozva, Leemelés, visszarakás mit jelent? Ez azt jelenti, hogy több tíz tonnát kell megmozgatni, míg, míg az összes dokumentum a helyére kerül. Azzal a különbséggel, vagy azzal a megszorítással, hogy ez nem egyszerű fizikai munka. Tehát, hogy ezt nem lehet segédmunkásra, vagy erős elő, emberekre rábízni önmagában, mert itt fönn kell tartani a könyvtári szakrendet. A világ az arról szól, azt látjuk, hogy a könyvek jelentősége megmarad, akkor viszont jó raktárt kell csinálni. És ez, ez a tömör raktár ez lehetőséget teremt arra, hogy a legkisebb helyen, a legsűrűbben összerendezve a könyveket jól el tudjuk helyezni őket. Azon már hónapok óta dolgoznak, hogy mi kerüljön a tudásközpontba, mondja Liphauser János, az Éjes Gyula megyei könyvtár igazgatója.